Das ist eine Bekundung übergeben. Das ist auf Deutsch und auf Ungarisch. A Szárazdi Német Nemzetiségi Falumúzeumban adta át Orbán Attila polgármester azt a két nyelven megfogalmazott nyilatkozatot Karl-Heinz Lambertsnek, a Régiók Európai Bizottsága elnökének, melyben a kistelepülésen élők nevében kijelenti, hogy az ott élők továbbra is szeretnék megtartani hagyományos életmódjukat, ragaszkodnak falvaik eredeti jellegéhez és értékként tekintenek rá. Ugyanakkor élvezni szeretnék a modern kor lehetőségeit, ezért szükségesnek érzik az infrastruktúra fejlesztését. Karl-Heinz Lambertszel a vidéken maradás nehézségeiről, a kisebbségek értékeiről és a közösségépítés fontosságáról beszélgettek ezt megelőzően a polgármesteri hivatalban, majd a közeli Gyönkön a nemzetiségi nevelésbe is bepillanthatott az egyébként Belgiumban szintén német nemzetiségi kisebbség tagjaként élő politikus. A Tolnai Lajos gimnáziumban hosszú évek óta folyik két tannyelvű oktatás, mostanában a cserekapcsolatok területén éreznek nehézséget. Egy iskolának mindig van szüksége segítségre. Megpróbáltuk elmondani neki a németség helyzetét és jövőjét szerintünk Gyönkön. Azt gondolom, hogy mivel ő Brüsszelben a kisebbségeket képviseli, ezért reméljük, hogy egy kicsit. Én személy szerint azt kértem tőle, hogy a cserekapcsolatok támogatását, hogyha tudnánk egy kicsit szorgalmazni, kicsit jobban, kicsit másképp, és az adminisztrációját egy kicsit egyszerűsíteni, hogy több gyereknek legyen arra lehetősége, hogy ebben a programban részt vegyen. Ugyanis mikor indult nálunk a kétnyelvű oktatás a gimnáziumban, akkor még a minisztérium támogatta ezt a programot, és most teljesen a szülők költsége, hogyha a gyerekekkel szeretnénk külföldre utazni, és ez sok családnak megterhelő. De úgy láttam, hogy nagyon jó benyomása volt a gyönki helyzetről, és megpróbálja továbbra is azért a kisebbségekért a harcot folytatni. Tolna megye jelen helyzetéről, értékeiről és jövőképéről már Szekszárdon tájékozódott a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Ugyanúgy, ahogy más Európai Uniós tagállamokban letartogatásaim során, amikor mindig a helyszínen igyekeztem tájékozódni az ott lévő emberek életéről, most is megerősítést kaptam arról, hogy milyen sokoldalú, mennyire sokszínű az Európai Unió és annak egyes régiói. Ez a látogatás arról győzött meg engem, hogy mennyire fontos a városnak és a vidéknek az együttélése. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a régiófejlesztési források, melyeket az Európai Unió biztosított ennek a vidéknek, milyen fontos szerepet játszottak a harmonikus együttélés kialakításában. A cél éppen ez volt, bemutatni az uniós vezető politikusnak, hogy milyen helyzetben van a vidéki Magyarország, és hogy mire használják Európa pénzét, hiszen a következő költségvetés tervezése éppen ezekben az időkben zajlik. Nagy meccsek vannak a háttérben, vannak, akik szeretnék ezt az egész ügyet csökkenteni, ugye a britek kiesése miatt, viszont mi Magyarország meg azt gondoljuk, hogy többet kellene esetleg befizetni, sőt ezeket a kohéziós politikára fordítandó összegeket megemelni, hiszen látjuk Szekszárdon is, hogy fejlődik, és ha Szekszárd fejlődik, az magával tudja húzni a vidéket is. Ez olyan, mint egy emelkedő repülőgép. Az emelkedő repülőgéptől nem elvenni kell a gázt, mert akkor fejreesés lesz belőle, katasztrófa, hanem inkább még több gázt adni. Ez az egyik aspektus. A másik aspektusa pedig az, hogy a vidéki lehetőségeket úgy nem csak pénzzel megerősíteni, hanem olyan lelkiséggel, hogy az emberek jól érezzék magukat otthon. És ahhoz, hogy jól érezzék magukat otthon, az mindenképpen tudni kell, hogy hova tartoznak, honnan jönnek, milyen kultúrájuk van, és ennek az egyik szegmense pedig a kisebbségi lét. Tolna megye svábságban, hogy is mondjam, egy sváb gazdag hagyományokkal rendelkező megye. Ezeket az értékeket, ezeket fel kell karolni. Az összes kisebbség legyen sváb, roma, szerb, horvát, székely, találja meg a helyét itt Tolna megyében, és a kultúrája pedig, ha lehet, akkor virágozzon, hiszen ettől leszünk mi is erősebbek, és
a fiataljaink talán így jobban itthon tudnak maradni. Karl-Heinz Lamberts az egyik kezdeményezője az úgynevezett kisebbségvédelmi csomagnak, amit Minority Safe Pack néven is ismernek sokan. A 2013-as európai polgári kezdeményezés célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az Európai Uniós jog részei legyenek. Az ehhez szükséges 1 millió aláírás összegyűlt, az Európai Bizottság viszont még nem foglalkozott a kérdéssel. Jó magam is egyik kezdeményezője voltam a Minority Safe Pack-nek. A bírósággal is megtámogatva végigcsináltuk, hogy ezt a témát az Európai Bizottság napirendre vegye, ezért mindenképpen nagy figyelemmel kísérem a kezdeményezés sorsát. Természetesen, ha feláll majd az új bizottság, én biztos vagyok abban, hogy ezeket a kérdéseket konkrétan meg kell majd beszélni, és egyfajta előrelépés történhet. Az új összetételű Európai Bizottság a május 26-ai választások után alakul majd meg.